A település lakói jól informáltak a koronavírussal kapcsolatban Nakon, ahol nagy fegyelmezettséget mutatnak a polgárok, főleg a nagyszámú idős lakosság. Rácz Róbert szerint a házi segítségnyújtás és a falugonnoki rendszer is kiválóan működik. Sőt, a falu boltosai vállalták, hogy saját autójukkal kiszállítják a napi, heti vásárlást azoknak az időseknek, akik nem szeretnék egészségükkel kockáztatni, és inkább otthon maradnak. A vidéki magyarságra jellemző szabálykövetés és fegyelmezettség jellemzi nagyközség lakóit is. Viszonylag magas számban élnek nálunk idősek. Ők aztán igazán példát mutatnak abból, hogy hogyan kell az ilyen nehéz helyzetekben helytállni. Önkormányzatunk külön intézkedéseket nem hozott a vészhelyzettel kapcsolatosan, hanem a kormány által kiszabott rendeleteket igyekszünk betartani és betartatni az itt élő polgárokkal. A falugondnoki szolgálaton keresztül, illetve a házi segítségnyújtáson keresztül igyekszünk minden olyan lakosnak segíteni, aki ezekben az időkben ezekre a segítségekre rászorul, de a helyi boltosoktól is azt a tájékoztatást kaptam, hogy ők önként a saját járműveikkel kiszolgálják azokat a vevőket, akik hozzájuk nem tudnak személyesen ellátogatni. A közmunkaprogramunk ugyanúgy folyik tovább, mint a vírus kirobbanása előtt. Elsősorban mezőgazdasági munkát végzünk, és szabadban végzik a tevékenységüket. Nem jellemző az, hogy ott bármiféle korlátozást kéne bevezetnünk. Csupán a melegedő helyükön, illetve a telephelyen ugye 5 fő tartózkodhat egyszerre. Mivel a munkavállalók zöme helyben dolgozik, így talán kisebb az esélye annak, hogy bekerül a településre a vírus. Rácz Róbert kiemelte a megváltozott oktatási módozatok okozta kezdeti nehézségeket is, és a szülők határozottságát. Dicséret illeti az itt élő szülőket, akik fegyelmezetten betartják a szabályokat, és nem engedik ki a közterületre a gyermekeiket. Gondolom nem egyszerű ez a szülőknek és a gyermekeknek sem, ebből példát mutatunk. Ami az önkormányzat részéről elvárható, azt minden további nélkül megtesszük, úgy gondolom, hogy elsősorban a megnyugvást azt hozhatja, az orvostudomány megtalálja ennek a vírusnak az ellenszerét, akkor nyugodhat meg majd mindenki igazán. Addig meg fontos, hogy betartsuk a ránk kirót szabályozást. A közmunkaprogram változatlanul működik Nakon. A mezőgazdaság egész évben ad munkát az itt élőknek. Nincs ez másként Várongon sem, ahol a zöldségtermesztés adja a legtöbb feladatot a programban résztvevőknek, akik bár most kevesebben vannak, mint a korábbi években, a járvány ellenére a szabályok maximális betartásával töretlenül dolgoznak. A közmunka létszámunk is lecsökkent, már valamikor a csúcson akkor még 20-22 ember is volt, de most már tavaly előtt években 10-12 ember, de az idén lecsökkent 6 főre. Megmondom őszintén, nincs munkáról, és minden egyes emberért ide Várongrába, Kisfalóba 4-5 kisbusz, 8 személyes, 10 személyes, 15 személyes, 20 személyes buszok bejárnak, és azokat a dolgozókat, akik ilyen fiatalok, ez a 25-30 év, 35-40 év, elviszik dolgozni. Ez lehet Tamási, ez Tabi gyár részleg, Igalba, Somogyszilba, Kazsokba, Szarvasmalatelepre. A 160 fős Várong lakossága a médiából értesül a koronavírus járvánnyal kapcsolatos tennivalókról. A lakosság napi ellátása szinte zökkenőmentes. Az állami televízió és a rádió, meg különböző híradásokból értesülnek az emberek, hogy mit kell tenni koronavírus esetén, mire vigyázzanak, maradjanak otthon. Ugye fölhívják a figyelmet, hogy az önkormányzatok ugye segítik a településen élő idős és beteg embereket, hogyha valami kell nekik, akár bevásárolnak. Nálunk is ez a helyzet, hogy ha valakinek szüksége van rá, akkor az önkormányzat ezt a kérdést megoldja. Azt mondhatnám, hogy nálunk szinte semmi gond ezzel nincs, mert kicsi a lakosságszám, összetartanak az emberek, egymásnak segítenek. Komolyan veszik az intézkedéseket, mert tényleg nem mennek Dombovára vásárolni, nem csoportosulnak itt a faluban, nem jönnek-mennek, hanem csak a kis dolgokat végzik a kis kártbe, vagy ha valakinek mégis el kell jönni a boltba, az eljön, de nem az idős emberekre gondolok, mert azoknak a szomszédjuk, vagy éppen mi szociális gondozónk bevásárol. Várunk abban a szerencsés helyzetben van, hogy alig van munkanélküli, mindenkinek van valamilyen bevétele. Egyelőre senkit nem fenyeget annak a veszélye, hogy anyagilag lehetetlenné válna az élete. Ha valakinek szüksége van rá,
hogy valamilyen, vagy gyógyszert nem tud venni, vagy élelmiszert nem tud venni, akkor természetesen az önkormányzat segíti, mindig is segítette, de hála Isten, ilyen gondunk nincsen, várongon, mindenkinek van bevétele, mindenkinek van nyugdíja, nem nagy pénzről van szó, de azért mindenki szerényen meg tud élni, nem okoz ez gondot. Senkinek nem kellett még nem tudom ilyen külön segítség. Mi is lezártuk a panziót egy bizonyos időre, és ha feloldják ezt a korlátozást, akkor mi is fogadjuk a vendégeket, de most nem fogadjuk a vendégeket. Sajnos ez kicsit rossz, ez van. A turizmusáról híres kis település sajnos arra kényszerült, hogy bezárja panziója kapuját, de Brunner Dezső bizakodó a jövőt tekintve, és várja már, amikor újra felpesdülhet az élet Várongon.